Szavasztok, srácok! Itt ismét Démien. Ismét bontunk egy csomagot, és hát a hipnózist azt már kibontottuk, ugye, múltkor. És arra gondoltam, hogy ez valamilyen szinten ilyen testvérpaklinak tűnik nekem az Amplified. Megnézzük, hogy itt hogy működik ez a dolog. Elvileg ezt is uh, kártisztira ajánlják, meg, meg, bűvészkedésre. Meglátjuk a hipnózisnál, tudjuk, hogy ott a figurás lapok azok, azok um, kicsit, uh, um, hát tudjátok, nem voltak teljesen alkalmasak erre a dologra, közben egy kis segítséget hívok. Pengécske, gyere pengécske segíts rajtunk, viszont meglátjuk, hogy itt az amplify mi a helyzet. Én úgy tudom, hogy uh, ez nem full tiltes ez a dolog. Köszönjük Pengécske a közreműködést. mert vissza. Na nézzük, gyorsan leszedjük a fóliát, cellofániát, és ezt is, hogy ne, Na, a doboz megnézve, ez az amplified, javítsatok ki a tévedek, illetve mondjátok meg ti, hogy tényleg úgy van-e, ahogy gondolom. Ez valami valamilyen hangtechnikai uh, cucc, vagy ilyen hang-hang ilyen, ilyen dologgal kapcsolatos valami. Uh, nem nem tudom, minden esetre nekem ez jut uh, eszembe róla. Nagyon jó pof, a kis dombornyomott a doboz egyébként, tehát ezek így, ilyen kis rücskösek, nem tudom, mennyire látjátok. Uh, az alja az. Szokványos oldalt, szokványos másik oldalt, szokványos teteje, szokványos, még a lezáró matrica is szokványos, és így néz ki a hátoldala a doboznak, szintén dombor nyomba. Na, Uuuuk. kinyitás, regisztered by Damien. Egy, nagyszerű. Ó, ez különben ezt a rózsaszín, türkisz és sötétkék színeket fogja használni ez a kártya. Én úgy vélem dobozba semmi. Félre rakjuk a dobozt. Uh, ugyanúgy, hát testvérpakli, látjátok megint itt van a kis kártyánk megszabadulunk tőle, és nézzük már is láthatjuk, hogy nem full tiltes a csomag, ami viszonylag egy jó hír abból a szempontból, hogyha valaki bűvészkedésre akarja használni, és megfordított lapot is szeretne használni a trükk során, nevezzük így. Minden esetre a hátlap design az ez. Ezt a kamerán nagyon furcsa, én itt látom ilyen a vissza, tehát a felvétel ugye látom a kamerának a képét, és ezek a színek, ezek ilyen világos türkisz, tehát ilyen világos babakkéknek tűnnek, holott itt ez ilyen türkiszes picsit, tehát ilyen zöldes Ilyen, ilyen tengerkék színe van nem ilyen világos, mint ahogy a videón látszik legalábbis a videón én ezt látom lehetséges, hogy majd ö, fönn van már a Youtube-on, vagy valami, akkor ott máshogy néz ki minden esetre én ezt látom na, ö, hasonlóan mint a Hypno csomagnál itt ö, a Joker az egyik itt már nincs garanciális Joker az egyik normál, a másik színes viszont ugye ezeket a színeket használja a Joker, ahogy a doboz is Na, és van egy jó hír, nézzétek, a hipnóval ellentétben. Uh -huh. Nincsen figurás jelölés. Nem látjuk, viszont a pikászunk az hasonló, mint a Hypnónál, mármint ugyanúgy van dizájnolva. Na, a feketék itt ugyanúgy ilyen kékesek, de sötétebb kékesek, mint a másiknál. Na, és látjátok, a klasszikus dizájnt kapta meg. Dizány, klasszikus design, klasszikus design. csak színben változik, amúgy jól néz ki, és narancsárga a piros. Ez azért jó hír, mert legalább ennyiben meg tudják különböztetni a nézők, hogy fekete, tehát kék vagy piros, narancsárga lapot választottak. Ö, ö, egyébként, ö, tehát ez bűvészkedésre ö, tökéletes. Cardi a másikat csak azért ajánlottam, mert full és az nagyon jól néz ki a legyező, meg minden. Itt ugye nincs, de tök jó szerintem azért csináltak ilyen két ilyen csomagot, hogy az egyiket erre is, másikat arra is lehessen használni, tehát hogy legyen kompromisszum. Na, igazság szerint designban semmi extra, semmi extra, Ö, a színe, színeket leszámítva, nem láttam hirtelen valami trükkös dolgot bennük így első körben, viszont jó hír, nézzétek, hogy ehhez is jár Double Backer és csúszik logikusan tök jó, Double Backer van, minőségét tekintve ugyanaz teljesen ugyanoz, ugyanaz, mint a Hypnosis csomag bármint, hogyha egy picit hát nem nem, hasonlóan, hasonlóan. Ez egy, ez egy normál ö, bicycle hasonlít. A hipnózis kicsit, mint hogyha, hogyha, hogyha puhá, lett volna. Mintha picit puhább lett volna, de nem vagyok benne 100 biztos. Jó, mondjuk betörésnél valószínűleg ez ugyanolyan lesz, mint a, mint a, a bármelyik másik bicycle pakli, amit betör az ember, tehát meg tud puhulni. De esetre, jól használható a csomag, én úgy vélem, és megnézzünk vele, Oho, nem így gondoltam, de megnézzünk vele egy ilyen fárót, a ah, szépen, 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 szépen összecsusszant, tehát fáróra is működik, tökéletes. Na srácok, azt hiszem több szót nagyon nem érdekel, nem érdekel, na, csak megtanulok megint beszélni, nem érdemel, bár érdemelhet, nem el, ki lehet nem elni még jó pár dolgot, meg mit tudom én, de nem kell több szót vesztegetnünk az Amplify csomagra, ha gyors véleményre vagytok kíváncsiak, aki szereti a klasszikus bicycle de szeretné, hogyha egy kicsit, kicsit, más lenne, kicsit színesebb, kicsit olyan figyelem megragadóbb, hú, micsoda új magyar szavakat találok itt ki, akkor, akkor annak tökéletes lesz az Amplified, mint választás, mert bűvészkedésre alkalmas, megkülönböztethetőek a lapok, ahogy Fanni mondaná, nézőbarát, igen, és Akár card is, tehát ez, ez, ezek a kártyák nyugodtan használható card is, és arról nem is beszéltünk még, hogy van végbeg dizájnos. Szóval ezt még ki lehet emelni. Na, srácok, ö, tehát végül is csomó mindenre jó a csomag. De mondjátok el ti, hogy mi a véleményetek róla, kíváncsi vagyok rá, itt van a komment szekcióban, meg tudjátok osztani a véleményeteket, illetve egy lájkkal like is, hogyha esetleg tetszett a csomag, és ne felejtsetek el feliratkozni sem, hogyha tetszett a videó, hogy ne maradjatok le a többiről. Na, csak megtanulok beszélni így a végére. Minden esetre köszönöm a figyelmet, srácok, és találkozunk legközelebb, és tudom, mi lesz legközelebb a cucc, a videó, ugyanis ezzel gyorsan nézünk egy fogást, egy trükköt, vagy hát inkább egy fogást, amivel ki tudtok találni egy trükköt, de alapból jár egy trükk is a fogáshoz, nevezzük így. Na akkor a következő videóban találkozunk, tanulunk valamit, addig is legyetek jók, sziasztok!